Diákelnök jelöltjeink a vita után mindketten vállalták, hogy válaszolnak nekünk néhány kérdésre. Ez következik most. Mi tesz téged a legalkalmasabbá az elnöki pozícióra? Úgy gondolom, a legfontosabb tulajdonságaim, amik alkalmassá tesznek erre a pozícióra, az, hogy határozott vagyok, eltökélt és magabiztos, illetve rendelkezem egyfajta fertőző optimizmussal, amivel úgy gondolom, hogy aktívabbá tudnám tenni a körülöttem lévő diák önkormányzati képviselőket és diákokat. A véleményem szerint egy embert nem csak egy tulajdonsága határoz meg, így erre a kérdésre egyetlen egy dolgot nem tudnék kiemelni, de én egy őszinte, egy kitartó és magabiztos embernek tartom magamat. Könnyen barátkozok, kortól és nemtől függetlenül is könnyen kijövök másokkal, és nagyon szeretek, és szerintem jól is tudok csapatban dolgozni, valamint egy olyan légkört tudok megteremteni, ami hatékonyan dolgozik együtt. És a tapasztalatok is szerintem számítanak, amiket szereztem a Média Klub jóvoltából. Táborsegítőként hatalmas felelősséggel jártak és nagy feladatokkal. Mit tartasz jelenleg az iskolában a legnagyobb olyan problémának, amit meg tudsz oldani, ha van ilyen? Hogyha még nincs is ilyen, akkor lesz az, hogyha visszajövünk az iskolába, akkor biztosra veszem azt, hogy rengeteg diáknak nehézséget okoz majd újra visszaállni az online oktatásból a normális kerékvágásba, és megválasztásunk esetén mindenképpen olyan programokat találnánk ki, amik a közösséget még jobban összekovácsolnák, és segítenék a diákokat ebbe a visszarázódásba. Úgy gondolom, az egyik legfontosabb probléma, amit meg kell oldanunk, hogy vissza kell szereznünk a diákok diák önkormányzatba vetett hitét. Egyszerűen azt kell elérnünk, hogy mellénk álljanak és segítsék a munkánkat. Mit tartasz az Árvai Máté vezette elnökség legnagyobb sikerének? Máté úgy gondolom rendkívül sok újítást hozott, például a Halloween-i nap is egy ilyen újítás, illetve a pihenősorok, és nagyon tisztelem Mátéban azt, hogy amiket elhatározott, amiket a pályázatában meghirdetett, azokat nagyjából meg is tudta valósítani. Nagyon nehéz egy dolgot kiemelni, de szerintem ez a pihenő, még hogyha egy kisebb változtatásnak is tűnik, de mióta ide járok, én azt vettem észre, hogy rengeteg osztályt egybe tudott, tehát össze tudott hozni, barátságok fűződtek itt, és biztosra veszem, hogy sokan az idejüket itt kellemesen tudták eltölteni. Én a fecskenapon is hát nemrég vettem részt, és nagyon jó programokkal készültek, és a diáknapot is szerintem nagyon jól izgalmassá tették. Mit tartasz az Árvai Máté vezette elnökség legnagyobb kudarcának? Biztos vagyok benne, hogy ki tudnék emelni dolgokat, vagy meg tudnék nevezni dolgokat, de én úgy vélem, hogy minden volt diákelnöknek, és minden leendő diákelnöknek lesz, illetve voltak rossz döntései, voltak és lesznek kudarcai, és nagyon könnyű lenne ezek felett most ítéletet mondani, vagy mondanom, de nem érzem magam abban a helyzetben, és nem is leszek abban a helyzetben, hogy én ezeket megítéljem, így erre én inkább ezt válaszolnám. Mátinak nagyon jó elképzelései voltak, azonban úgy gondolom, hogy ezeket nem tudta teljesen átadni a diákságnak, és nem tudta megoldani az inaktivitás problémáját. Melyiket tartod a legfontosabb programpontodnak? Nagyon sok mindenkitől kaptam azt a visszajelzést, hogy már nagyon várják a Berzsenyi-Széchenyi vetélkedőt, ez egyik legnépszerűbb programpontom, azonban itt a legfontosabbra gondolsz, illetve kérdezel rá, és szerintem a legfontosabbak a zöld programok, illetve a megújuló panaszkezelési rendszer, amivel problémákat tudunk kiküszöbölni. Szerintem minden programunknak van célja és van értelme, de hogyha egyet ki kellene emelnem, az a Mindenki más és egyszerre hasonló című programunk lenne. Fontosnak tartom, hogy ebben a rohanó világban, amikor hajlamosak vagyunk elítélni másokat, ítélkezni mások felett, és sőt még áttiporni is embertársainkon, akkor felhívjuk a figyelmét a diákoknak arra, hogy minden ember egyenlő és egyforma, és hogy nincs arra jogunk, hogy mások felett, ismeretlenek felett ugye ítélkezzünk. Mit tisztelsz legjobban az ellenfeledben?
Barnabásban mindenképpen tisztelem azt, hogy ezt az egész kampányt végigcsinálta, és minden feladatot nagyon jól teljesített, egy nagyon jó ellenfél, és ellenfél volt, és mindenképpen az, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is helyt állt, amikor voltak olyan dolgok, amiket egyik napról a másikra változtattak meg, időpontváltozások, és például egy délután alatt kellett valamit összehoznunk. Nagyon tisztelem Franciskában azt, hogy azt most mondta, szereti a kihívásokat, és hogy elindult ezen a diák önkormányzati választáson, hálás vagyok neki ezért, és úgy gondolom nagyon jó ellenfélnek bizonyult. Ne feledjétek, a szavazás még nem zárult le. Ha eddig nem tettétek, akkor nézzétek meg a jelöltek programjait iskolánk honlapján, nézzétek meg a vitát iskolánk YouTube csatornáján, és adjátok le szavazatotokat január 25-e hétfő éjfélig az osztályfőnökötöktől kapott kérdőíven keresztül.